Szevasztok srácok, hello mindenkinek! Tudom, beleéltem magam ebbe a zenébe. Ííí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 
digitál csomókat, hogyha van nektek, akkor szóljatok majd, mert a SharePlay meg minden, és meg fogjuk nézni, hogy mennyire éri meg ez. Kezdjünk egy pár pikkel, srácok. Elvileg ezek nagyon jól dobálják, én azt hallottam, bár én csináltam egy párat amúgy az enyémben, nem sokat, 4-5-öt, és nekem 84-es volt a legjobb. Na nézzük az elsőt akkor, első pick! Akkor jó, Mertens, srácok, első pickből. Azt hiszem, hogy megérte. Micsoda kezdés, kérem szépen. 4-es, 4-es, és ahogy láthatjátok, azért van ott speed, van ott agility, minden is. 94-es staminája, finish shot, az nagyon jó amúgy, vagy shot, flare, fú, nagyon jó kis lap ez. 1 millió körül van amúgy, ha jól tudom. Úgyhogy egyáltalán nem volt rossz kezdés. 84 plusz. Nézzük meg. Még egy tocs. Egy Donnarumma, nem a legjobb amúgy, de legalább jött még egy. Ennek örülünk. Nekem egyébként ebből egy Harry Kane jött. Ő volt a legjobb. Na és nézzük meg, srácok. Akkor a következő csomag egy garantált. Nézzük meg az eSports. Mit ad nekünk? Left mid. Ó, duplicate, sajnos. Sajnos, ez egy duplicate Donnarumma. Garantált csomag, megint srácok, második. Eddig egy Donnarumma volt, a pikkek sokkal jobbak voltak amúgy. Remélem, hogy most azért beladja a nagyot. Gyere rám, portugál zászló, mekkora lenne? Gyerünk! Left mid legalább. Right. Hát ez még rosszabb, mint a Donnarumma, srácok. Berardi. Atyagatya. Úristen, de gyenge. Nézzük. Portugál. Olasz, left mid legalább. Ó, és Berardi visszajön. Most raktam bele, srácok. Legalább egy Insigne, amúgy még annak is örültem volna. Úristen. 83 plusz, srácok. Portugál zászlót kéne, hogy lássunk ma. Nagyon helyes, hogy Team of the Season. Legyen Portugál, gyere rám! Jó, hát ez biztos, hogy egy 86-os toc lesz. Még annyi sem. Egy toc volt, egy Kolár, Mané, Casemiro, Benzema, Roberto, Firmino. Szóval összességében volt, ha úgy nézzük, 5 walkout a Leo-val együtt. Add be a Ronit! Portugál zászló kéne, hogy legyen. Gyere! Az kemény lett volna, hogyha ebből nem jön walkout. Tadic, gondolom ő az. Left wing ráadásul. Hanyos a rating? 90-es rating. Mi van mögötte? Hát, ha több walkout, meg tocs. Igen, elég sok, de hát ezekkel mit csináljunk? Az a kérdés. Egyetlen egy Serie A tocs nem volt, srácok. Ha megnézzük, ugye 8 darab walkout összesen, a tocokkal együtt, ugye, ha jól számoltam. Itt volt még 2 walkout, na, így már azért jobb. 92 plusz Prime Icon Pack. Következik, végig fogjuk nézni, mert most nem is vagyok kontrollerrel. Valami jót. Na lássuk a zászlót, mi lesz az? Német. CM. Mateusz esetleg, léci. Az nagyon nagy lenne. Úgy van, hatalmas win. G to the G. Na ez megérte szerintem, pedig a Prime Icon Pack általában nem adja amúgy. Nagyon ritka az olyan eset, amikor bedobja a nagyot, és ez szerintem win. Na, itt van az ára, srácok, 1.7 millió coin egyébként PC-n. Nagyon jó lapnak tűnik amúgy, és biztos, hogy jót fog menni az in-game. Ugye tud CM-et is játszani, mint box-to-box, CAM-ot is esetleg, de szerintem CDM-ként a legjobb. Még sokan amúgy CB-ként is szokták használni, szóval tuti jó kis player. Úgyhogy ez nagy win, srácok, ennek örülünk. Én is fogok csinálni szerintem sokat amúgy. Ott is van, de Paul, srácok, nem a legjobb, ráadásul duplicate, de legalább jött egy. És akkor itt a másik, nem, Perisic, és akkor esetleg még a végén egy ronca. Mit szólnál, eSports? Hát semmit úgy látom, Romagnoli, jól van. Először is nézzünk egy ilyen garantáltat megint, ez Holland Ligás, vagy, mi a másik? Alessandrini! Kínai Liga amúgy, az nagyon win. Az mondjuk kemény, mert ez egy jó lap, 4-es, 4-es, ha jól tudom. És elég szuper szabos, az biztos. Nézzük meg, először a garantáltat, utána pedig a Prime Icon Packet.
Lássuk, Máténak mit nyitunk. Muriel? Inkább win, mint lose, azért eddig a garantál nagyon rossz volt, srácok, ez egy OP lap lehet, biztos, nem tudom, nem próbáltam még ki. Jó, köszönöm szépen, és akkor Prime Icon Pack. Az előző nagyon jó volt amúgy, nézzük meg a következőt. Hát, ha ez is egy nagy nyitás. Francia, vagy esetleg Brazil? Puskás, srácok! Oh my god! Prime Puskás! Mondtam, hogy idén szeretném kinyitni bárkinek, akár magamnak, akár másnak. És sikerült ma. Sikerült a Puskás! Ó, hát ennek nagyon örülök. Let's go! Azt a rahat! Egyébként tök jó trade-jei vannak, tehát Power Freaky, ezt nem is tudtam, hogy neki van ilyen. Ott a Flare, ami nagyon fontos. Longshot ugye, Speed Dribbler, Playmaker, Outside Footshot. Szóval, ja, Budapest Honvéd. Milyen jó kis adatai vannak amúgy, durva. És a Reálban is nagyon sok gólt lőtt. Ja, tényleg, hát nyilván a magyarokkal is, ahogy láthatjátok, 85 meccs alatt 84 gól. Az arany csapat játékosa az öreg Puskás bácsi. Nagyon jó, nagyon örülök neki. 84 player pick, hát itt egy Ronaldo is, akkor megvagyunk. Sajnos nem, ez egy Giakoumakis, valami Maki gyerek. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Mész is a klubba, és majd SBC-be landolsz a végén. Hop, hop. Hop, hop, hop. Toc, toc. Csak ne right. Berárdi még egyszer. Köszönöm szépen. Prime Icon Pack megint. Hát csapjunk is bele. Eddig 2-ből 2. Remélem a harmadik is bejön. És megint nyitunk valami finomságot. Gyerünk, eSports. Add be a nagyot megint. Hallod egy pillanatra, mondj, egy picit volt egy flashom, hogy ez még egy Puskás. Helyette egy Stoichkov. Ez inkább rip amúgy. Nem rossz lap, nem azt mondom, de vannak jobbak nála. Nem tudom, mennyit ér még. 300.000 coin. Nem tudom, mit gondoltok, srácok, ez win vagy lose? Legeslegutolsó Serie A csomag, most már biztos. És ezzel befejezzük a videót. Ha Ronaldo kijön, akkor kisorsolunk 12.000 pontot. Lukaku, nem? Nem, Mertens, tényleg mind a kettő lehetett volna. Ez nagyon jó lap, srácok. Ugye kipikáltuk az elején. 1 millió fölött van, és tényleg nagyon jó kis lap, úgyhogy ez win. Legalább ez egy jó ending. Dobj egy lájkot, és iratkozz fel. Holnap pedig találkozunk. Hello. Sziasztok. Köszönöm szépen a figyelmet.